Vörös Gábor püspökkari titkár elsőként a Tartós Szeretet címmel meghirdetett nagybőti tartós élelmiszergyűjtésre hívta fel a figyelmet. A hagyományos akció keretében az elmúlt esztendőben mintegy 190 tonna élelmiszer gyűlt össze, amelyből több mint 25 ezer családnak, idős, beteg, egyedülálló embernek tudott segíteni a Caritas. Mohos Gábor beszámolt arról is, hogy titkári mandátuma hamarosan lejár, mivel második ciklusát töltötte ki. A tisztséget dr. Tóth Tamás, a Római Pápai Magyar Intézet rektora veszi át ősztől. Május 1-én Szombathelyen a 11 órakor kezdődő szentmisében avatják boldoggá Brenner Jánost, az 1957-ben hivatása gyakorlása közben brutálisan meggyilkolt lelkipásztort. Idén is megszervezi a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága a Katolikus Társadalmi Napokat. Ebben az esztendőben Székesfehérvár lesz a helyszín, szeptember 7-e és 9-e között. A rendezvény mottója: van célunk, van jövőnk. Jövő év januárjában Panama város ad otthont a következő ifjúsági világtalálkozónak, amelynek szentírási mottója: íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Az ülésen döntés született arról, hogy a konferencia támogatja egy kisebb létszámú csoport részvételét a találkozón. Immár hagyományos módon, amikor ez a világtalálkozó távoli földrészen zajlik, az eseménnyel párhuzamosan Magyarországon is lesz egy találkozó, hogy a fiatalok kivetítő segítségével bekapcsolódhassanak a nemzetközi találkozó programjaiba.